Most következő műsorunkat 12 éven aluliak részére nem ajánljuk. Jó napot, jó reggelt kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a 16. kerületben a Kertvárosi Iskola választón. Van aki tudja, hogy hanyadik iskola választót tartjuk? A 9-et, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi itt a 16. kerületben előbb tartottunk iskola választót, mint bárki bárhol. Úgy tűnik, hogy ennek még mindig van jogosultsága, úgyhogy évről évre megszervezzük. Engedjék meg, hogy köszöntsem a megjelent vendégeinket. Kovács Péter polgármester urat. Kovács Katalint, az Észak-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját. Ács Anikó alpolgármester asszony. És nagyon sok és kiemelt szeretettel köszöntöm az iskolák igazgatóit, akiket most nem fogok néven szólítani, mert egy olyan napirendi pontunk is lesz, amikor mindenki bemutatja a saját iskoláját, és akkor megismerhetik őket személyesen. Hogyha mindenki elhelyezkedett, és kérem szépen, hogy valahogy úgy próbáljanak ülni, hogy még itt elől talán vannak helyek, meg hátul, hogy lássanak és halljanak, akkor én felkérem polgármester urat, hogy tartsa meg szokásos köszöntőjét és tájékoztatóját. Valamelyik mikrofonba, igen. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, akkor a 9. iskola választón. Miért jöttek? Na de mégis. Tájékozódni, nagyon jó. Akkor jó helyen vannak, mert azt itt lehet. Miért tartjuk mi ezt az iskola választót? Erre könnyebb nekem válaszolni. Azért, hogy önök tájékozottak legyenek, és ne kelljen minden iskolába külön-külön elmenniük, hanem itt egy nap, egy helyen az összes kerületi önkormányzati tulajdonban és állami üzemeltetésben levő iskolát megnézhessék az elsős tanítónénit, vagy tanítóbácsit, meghallgathassák, hogy a iskola igazgató röviden mit mond el a saját iskolájáról, és hogy kedvet csináljunk a gyermekek számára is ahhoz, hogy az iskolába menjenek. Ki az, aki először van itt? Egyik kezét emelje föl. Szuper. Na hát látod, igazgatóasszony, szinte mindenki. Emlékeznek rá, talán Albert Einsteint is egyszer megkérdezték, amikor egyetemen tanított, hogy de hát professzor úr minden évben ugyanazokat a kérdéseket teszi föl a vizsgán. Miért teszi ezt? Hát tudja, hogy a gyerekek meg így úgy. És mondta, hogy igen, a kérdés ugyanaz, a válaszok mások. És valóban idén a válaszok is mások lesznek. Ugye minden évben, önöknek hiába mondom, mert nem voltak itt, de akik többször voltak, mindig ugyanaz volt, semmi változás nem volt az iskolák életében. Most viszont van egy csomó változás, amit nem én fogok elmondani, hanem majd a Észak-Pesti Tankerületi Igazgató Asszony Kovács Katalin, mert ugye hozzá tartozik ez a dolog. Ezt a rendezvényt, ahogy hallották, már 9. alkalommal rendezi meg az önkormányzat, és most már az Észak-Pesti Tankerületi Központtal közösen. Ez a nap arra szolgál, hogy ki tudják választani azt az iskolát, ahova szeretnék iratni a gyermekeiket, vagy gyermeküket. Van jó hírem, meg rossz. Melyikkel kezdjem? A rosszal. Várjanak, van-e rossz hírem? Gondolkodnom kell. Nem, biztos van, csak elfelejtettem, de akkor mondom inkább a jót. Tehát minden gyerek fog találni magának iskolát, és a jó hír az, hogy a esetek 98%-ában azt az iskolát, amit szeretne. Ugye szabad iskola választás van, nem csak a 16. kerületben, hanem az egész országban. Ez azt jelenti, hogy mindenki odaíratja a gyermekét, ahova szeretné. Ha esetleg oda nem sikerül, akkor viszont van mindenkinek egy körzetes iskolája, a körzetes iskola viszont kötelező, hogy fölvegye a gyermekét, tehát biztos, hogy nem kezdődhet meg úgy szeptemberben a tanév, hogy nem lesz iskolája a gyereknek. De mondom, a 16. kerületben általában úgy szokott sikerülni, hogy mindenki, vagy majdnem mindenki oda kerül, ahova szeretne. Jó hír az is, hogy a kerületi általános iskolák azok kiemelkedően magas színvonalon vannak egységesen. Tehát bármelyik iskolát is választják, jó helyre kerül a gyerek, megtanul írni, olvasni, számolni, és minden olyan fontos dolgot, ami ahhoz kell, hogy megfelelő felnőtt legyen belőle, úgyhogy nem kell izgulni, bármelyik iskolát is választják, jól döntenek. Ha elfogadnak tőlem egy tanácsot, mert én tudom, hogy önök izgulnak, mert én is izgultam, amikor az én gyerekeim mentek általános iskolába. Már ez már viszonylag régen volt. Ha elfogadnak tőlem egy tanácsot, akkor a legjobb dolog, amit tehetnek,
hogy megnézik az elsős tanítónénit. És hogyha a gyereknek szimpatikus, akkor az első 4 év az rendben lesz. Azzal nem lesz gond. Javaslom ez alapján is választani iskolát. Nézzék meg az elsős tanítónéniket. Mindegyik nagyon szimpatikus, de van, amelyik gyereknek az egyik szimpatikusabb, a másik kevésbé szimpatikus. Nagyon fontos a tanár meg a gyerek közötti harmonikus együttműködés, és hogyha ezt kiválasztották, onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy hívják azt az iskolát. Ezen kívül, ami fontos információ van, az megtalálható ebbe az iránytű nevű füzetbe. Ezt ingyen mindenki kap, ha még nem kapott. Ha van, akkor kifele, vagy ha nincs, akkor kifele menet az asztalnál föl lehet markolni. Ebben benne vannak az óvodák, az iskolák, középiskolák, minden a 16. kerület oktatásáról. Illetve ami még a legfontosabb dolgok, azok majd utánam következő Kovács Katalin tankerületi igazgatóasszony fog elmondani, hogyha jól emlékszem, akkor most ő fog következni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttek, nagyon kellemes délelőttöt kívánok, és jó okulást mindannyiuknak. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen polgármester úrnak, és szeretném megnyugtatni azokat, akiknek tényleg most megy először az első gyerekük iskolába, és ez bizonyítja a 9 év, meg a saját tapasztalatunk is, hiszen 9 év alatt a mi saját gyerekeinkkel is nagyon sok minden történt, hogy borzasztó fontos, nagyon-nagyon nehéz döntés, jól fognak dönteni, higgyék el, és nagyon jól fognak dönteni akkor, hogyha itt a kerületbe viszik iskolába a gyerekeiket, mert, és ezt én mondhatom, hiszen azok a gyerekek, akik az iskolába, az önök gyerekei ezekbe az iskolákba járnak, délutánonként itt vannak nálunk általában a különböző foglalkozásokon, a táncakadémián judóznak, mit tudom én, mindenfélét csinálnak, és kiegyensúlyozott, boldog gyerekek, nem kell nekik bumlizni messzire, közel van minden, elérhető, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Na, most mindenki elhelyezkedett, azért beszéltem egyébként, és technikailag kérem szépen, hogy nagyon figyeljenek Kovács Katalin tájékoztatójára, ijesztő dolgokat fog mondani. Tényleg, tehát ijesztő dolgokat fog mondani, de mindenre van megoldás, úgyhogy figyeljenek. Ha valami nem világos, nem érthető, lesz mód kérdéseket feltenni. Én azt gondolom, hogy mindig mindent el szokott mondani a Kati, ami éppen aktuális. Mindig minden kérdésre szoktak választ adni, vagy polgármester úr, vagy pedig Észak-Pesti Tankerületi Központ igazgatója, ami felmerül még. Úgyhogy nyugodjanak meg, lesz megoldás. Úgyhogy kérlek szépen, most ugye ilyen jó fölkonferáltalak. Kovács Katalin az Észak-Pesti Tankerületi Központ igazgatója. Köszönöm szépen, ahogy igazgatóasszony tud kedvet csinálni, szerintem úgy sokan nem. Sok szeretettel köszöntöm én is önöket. Azért nem olyan borzasztó a helyzet, nagyon sok minden változik, de egy valami azt gondolom, hogy állandó marad, hogy higgyék el, hogy a gyerekek a legfontosabbak, nem csak a mi életünkben, az önkormányzat életében és a önök életében természetesen, és ennek próbálunk mi a jogszabályokat a lehetőségeken, kereteken belül megfelelni. Tankötelezettség. Változás, hogy most már az augusztus 31-éig 6. életévét betöltő gyerek tankötelessé válik. Tehát az a fajta korábbi szabályozás, hogy még 1 évig és esen is gyereknek még plusz 1 évig, ez kikerült a jogszabályból. Tehát aki augusztus 31-én betölti a 6. életévét, szeptember 1-én főszabályként tankötelessé válik. Ez nem azt jelenti, hogy iskolába kell mennie. Ugyanúgy lehetősége van, de most már azt gondolom, hogy a jogalkotói szándék bekerült a jogszabályba, és nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon jó módon lett szabályozva, hogy a szülők kérelmezhetik elsősorban, illetve kizárólag a szülők kérelmezhetik, hogy további egy nevelési évben óvodai nevelésben, ellátásban részesüljön a gyerek. Ugye korábban ezt az óvoda vezetője kezdeményezte, azt gondolom, egy nagyon helyes jogalkotói döntés, hogy ezt most a szülők kezébe, hisz a szülők ismerik leginkább a gyereküket. Nyilván az óvodavezető, óvodapedagógusok véleményének ismeretében kerül sor erre a szülői döntésre. Tehát augusztus 31-éig 6. életévét betöltő elvileg megy iskolába szeptember 1-én, kivéve, ha a szülő úgy gondolja, hogy a gyermeke nem érte el azt a bizonyos szociális, lelki, testi fejlettséget, akkor ő kezdeményezheti
az engedélyező szervnél, ami jelen esetben az oktatási hivatal, minden évben január 15-éig, ebben az évben, mivel ez egy átmeneti viszonylag, tehát későn született meg a jogszabály, január 31-ig lehetett önöknek kezdeményezni, hogy még egy évig óvodában maradhasson a gyerek. Gondolom sokan éltek ezzel a lehetőséggel, de az ősz folyamán az óvodák is élhettek a korábbi jogszabály alapján azzal a lehetőséggel, hogy az óvodák kezdeményezték a gyerekiskola érettségi vizsgálatát. Tehát tulajdonképpen a mostani időszakig párhuzamosan futott két dolog, vagy az óvoda kezdeményezte szeptember, október, november, decemberbe, a vizsgálatok ugye a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 16. kerületi tagintézménye, lánykori nevén a nevelési tanácsadó által folyamatosan megtörténtek, nagyon sokat dolgoztak a szakemberek, hogy szinte minden gyerek iskolai érettségi vizsgálatát meg tudták valósítani, el tudták végezni. De akinél még esetleg az óvoda nem javasolta, annál ugye a szülőnek lehetősége volt január 31-ig ebben az évben. Akkor most itt tartunk, hogy mindenkinek megvan az a papírja, hogy ugyan elérte a 6. életévét, de akkor megy vagy marad, megy iskolába vagy marad óvodába. A beiratkozás időpontját a kormányhivatal határozza meg. Szinte biztos, de még nem akarom elkiabálni, február 28-áig lesz ez kihirdetve, de április 24-e és 25-e ez egy csütörtök péntek, és reggel 7-től este 7-ig, tehát szinte biztos, hogy ezen a két napon lesz a beiratkozás, de erről majd értesülni fognak a helyben szokásos módon, az önkormányzat segítségével minden óvodába, minden iskolába, minden közintézménybe ezek a hirdetmények elhelyezésre kerülnek. Mit kell vinni a beiratkozáshoz? Ugye régen, akinek van nagyobb gyereke, az ugye vitte egy iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését igazoló óvodai dokumentumot, ez a bizonyos óvodai szakvélemény. Na ez már nem létezik, úgyhogy a beiratkozáskor egyedül a gyermek személyi azonosítóit tartalmazó hatósági igazolványokat kell vinni, tehát minden, ami rendelkezésre áll, személyi igazolvány, lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat, ugye külön élő szülők esetében nagyon fontos, hogy mindkét szülő beleegyezése szükséges, ugye ez a gyermek életében egy olyan változás, az iskolába lépés, amihez a jogalkotó mindkét szülő beleegyezését írja elő, úgyhogy az óvodák majd rendelkezésére fogják bocsátani a szülőknek ezt a bizonyos nyomtatványt, hogy ne kelljen apukának, anyukának is, ha nem hab gond elmenni a beiratkozáskor. Jó, lapozok. Iskolák körzetei. Itt is van változás. Minden évben van pici változás, most sincs nagy változás. Még egy másodperc. Utcanevek, de jó, akkor... Tehát amelyik iskolának a körzetében történik, illetve javaslatunkra történik változás, az a Móra Ferenc és az Arany János általános iskola, akik a sárgával vagy zölddel jelölt térségben laknak, ők várhatóan a Móra Ferenc iskola körzetéhez fognak tartozni. Ugye ez is egy változás, hogy idéntől a tankerület teszi közzé és határozza meg az iskolák körzetét az önkormányzat véleményének a kikérésével. Ez a vélemény folyamat jelenleg is zajlik, február 15-éig, tehát jövő hét végéig fogja nekünk az önkormányzat elküldeni, hogy a véleményét ezzel kapcsolatban. Tehát az Arany és a Móra iskola esetében ezzel a zölddel jelzett terület, ami egyébként egy 5-6-8 évvel ezelőtt még a Móra iskola körzetéhez tartozott, ez most visszakerülne a Móra iskola körzetébe, tehát ez a Szlovák út, Csömöri út, Timur utca, és ott fönt nem is tudom milyen Muzsika körül határolt terület. Az aranyiskola, mivel újabb beköltözések történtek a Budapesti út tetején, köszönöm szépen, a Budapesti út tetején lévő újabb utcák az aranyiskola körzetéhez tartoznak, és mivel így nagyon-nagyon nagy lett volna a körzete, ezért volt fontos, hogy egy pici körzetet, hogy ő is el tudja a gyerekeket helyezni, visszahelyezzünk a Móra iskola körzetébe. A Jókai iskola esetében egy darab új utca létesült, ez kerül be pótlólag a
iskola körzetébe, és ami még változás, a Sasalmi Tanod és a Centenáriumi Általános Iskola körzetében voltak olyan utcák, amelyek részlegesen tartoztak hol egyik, hol másik iskolához, és az volt az intézményvezetők javaslata, hogy ez a néhány utca, a Kőszál, a Lilafüred, a Látháza, ha jól látom, és a tehát ez a négy utca teljes mértékben a Centenáriumi Iskola körzetéhez fog tartozni, amennyiben az önkormányzat is véleményezi, és a véleményezők ezzel egyetértenek. Tehát ez a mi javaslatunk, mint tankerület. Ez nem nagy változás, azt gondolom, hogy a Móra és az Arany esetében van egy kicsivel nagyobb változás. És akkor most jön a beiratkozás maga. Mármint a folyamat. Az önkormányzat vezetésével és alpolgármester asszonnyal egyeztettünk, és alpolgármester asszony javaslatára is az a döntés született, hogy próbáljuk minél egyszerűbbé tenni az önök életét, és minden olyan feladatot nem önökre terhelni, hárítani, ami nem feltétlen szükséges. És mivel ugye az óvodai szakvélemény, az előbb mondtam, kikerült a rendszerből, tehát nem készül óvodai szakvélemény, ezért azoknak a gyerekek szüleinek, akiknek óvodában marad a gyereke, azoknak nem szükséges, és tanköteles korúak, tehát tanköteles, de van egy papírja, hogy óvodában marad, ezeknek nem szükséges elmenni a beiratkozáskor, mert az iskola az óvodától kapott információk alapján fogja tudni, hogy ez a gyerek megvan, a szülő valóban állampolgári kötelezettségének eleget téve teljesíteni fogja, de ugye még óvodában járással ezt a bizonyos tankötelezettséget, illetve egyéb felmentést kap. A másik változás, hogy azt is alpolgármester asszony egyeztetve, hogy akik több iskolába szeretnének jelentkezni. Tehát van egy körzetes iskola, és most lehet, hogy előre szaladtam, tehát van egy körzetes iskola, és vannak választott iskolák. Aki mondjuk nem a körzetes iskolába szeretné beiratni a gyerekét, hanem a választott iskola valamelyikébe, akkor nem kell elmenni a körzetes iskolába, hisz nincs mit leadni, ez a bizonyos óvodai szakvélemény nem létezik. Tehát elég, ha a választott egy-kettő, remélem azért sokkal több iskolába nem, de azt gondolom, hogy egy ilyen háromba még vannak, akik el szoktak menni, tehát elég a választott iskolába elmenni. És akkor kit köteles fölvenni az általános iskola. Ebben semmi változás nincs az elmúlt időszakhoz képest. Tehát a jogalkotó úgy rendelkezik, hogy azt köteles fölvenni az általános iskola, aki életvitelszerűen az iskola körzetében lakik. Az életvitelszerű ottlakást úgy definiálja évek óta, hogy akinek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye van az iskola körzetében. Ez azt jelenti, hogy ha van valakinek lakóhelye Pécsett, és 16. kerületi tartózkodási helye van, annak a tartózkodási hely szerint körzetesnek vélt iskolának nincs ellátási kötelezettsége. Ez nem azt jelenti, hogy ezt a gyereket Pécsre kell hordani a szülőknek, ez azt jelenti, hogy ő nem az első körben fog tudni bejutni, de higgyék el, hogy szinte mindenki az első két helyen megjelölt iskola valamelyikébe az elmúlt sok-sok év tapasztalata alapján bejutott, tehát nem is tudom, egy kezemben meg tudom számolni, hogy hol volt olyan, aki nem jutott be az első kettő választott iskola valamelyikébe. Jó. Tehát akkor a körzetes gyereket kell elsősorban fölvenni először az általános iskolának. Mi van akkor, ha a körzetes gyerekek felvétele után még további helyekkel rendelkezik az általános iskola? Ez a bizonyos felvételi sorrend. Ugye először a sorrendben a hátrányos helyzetű és a halmozott a hátrányos helyzetű gyerekeket kell felvenni az iskolának. Ezekből a gyerekek köréből is elsősorban először a kerületieket, utána a nem kerületieket. Ha még mindig van szabad helye, és ez sem változott az elmúlt években, akkor sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű és a különleges helyzetű gyerek.
kiminősül különleges helyzetnek. Azt gondolom, hogy ezzel viszont nagyon sokan szoktak nagyon helyesen élni, és nyilván a jogalkotónak az a szándéka, hogy a szülők az önök életét ebből a szempontból is megkönnyítse. Tehát kiminősül különleges helyzetűnek 4 eset van. Az egyik, akinek a szülője vagy testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, nyilván ezt igazolni kell, akinek testvére az adott intézmény tanulója, tehát nem volt tanuló, hanem jelenleg az adott intézmény tanulója, akkor munkáltató igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola körzetében található, ez a harmadik, és a negyedik, mert elképzelhető, itt nagyon sok iskola nagyon közel van egymáshoz, hogy a gyerek lakóhelye 1 kilométeren belül van az állandó lakóhelye az iskolától, de mégsem az a körzetes iskola. Ez is egy különleges helyzetnek minősül, tehát amikor a gyerek lakóhelye 1 kilométeren belül van az iskolától, az is különleges helyzet. Tehát fölveszi az iskola a körzetes gyerekeket, utána fölveszi a halmozott a hátrányos helyzetű gyerekeket, abból is előbb a kerületit, utána nem kerületit. Utána, ha van még helye, akkor fölveszi a különleges helyzetű gyerekeket. Ebben a 4 kategóriában definiálja a jogszabály a különleges helyzetet. Ha még mindig van szabad helye, akkor utána fölveszi a kerületieket, és csak a kerületiek felvétele után veszi fel a nem kerületieket. És bármelyik csoportba tartozó gyerekeknél a szabad helyek elfogynak, vagy nem tudják teljesen az adott csoporttal feltölteni, akkor ott jön elő a sorsolás. Bevallom őszintén, hogy sorsolásra erősítsenek meg az igazgató kollégák, szerintem még ebben a kerületben nem történt, úgyhogy higgyék el, hogy mindenki be fog jutni oda, ahova szeretné a gyerekét iratni. Én azt hiszem, hogy elmondtam mindent, és akkor még egyszer, hova kell menni? Nem kell elmenni a körzetes iskolába beiratkozni. A választott 1, 2, vagy hát ha valaki nagyon sokat szeretne választani, akkor 3-ba megy el. Ez az egyik változás. És aki óvodába marad, annak nem kell elmenni a körzetes iskolába, úgymond jelentkezni. Viszont ha már itt ilyen sokan összegyűltek, hagyd ragadja meg az alkalmat, biztos, hogy az óvodák is jelezték önöknek. Nagyon fontos egy dolog az önök részéről. Tehát abban az esetben, hogyha a gyerekük szakértői vizsgálatára került sor az ősz folyamán, vagy akár még január 31-éig, és ez a szakértői vizsgálat ugye nem iskolai érettségre irányult, mert ha iskolai érettségre irányult, amit ugye mondtam, hogy a nevelési tanácsadók el is végezték, ott annak a végeredménye, hogy iskolába léphet, vagy nem. De hogyha egy sajátos nevelési igény megállapítására irányult, tehát például egy logopédiai problémába küzdő gyereket, vagy a szülő vitte el szakértői bizottsághoz, vagy az óvoda vezető javaslatára került szakértői bizottsághoz, ott a szakértői bizottságok ugye megvizsgálták az SNI fennállását, illetve a BTMN, ez a beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekre utaló jeleket, és szakértői véleményt hoztak. De tekintettel arra, hogy úgyis vizsgálták a gyereket, és hogyha valamilyen probléma felmerült, ezeknél a vizsgálatoknál másodlagosan ők elvégezték az iskolai érettségi vizsgálatot. Viszont ez a szakértői vélemény nem iskolai érettségi vizsgálat elérésére irányult, de benne van a szakértői véleménybe, hogy az iskolába lépést javasolja a szakértő, vagy nem, függetlenül attól, hogy mondjuk egy logopédiai ellátást javasolt, ugye ez a tünet, de mellette még a szakértői bizottság javasolhatta, hogy egy további egy nevelési évben óvodában maradjon. Na most ebben az esetben ezt a bizonyos szakértői véleményt, ugye ha az óvoda küldte vizsgálatra, akkor nyilván a szakértői bizottságtól megkapta az óvoda, tehát ő pontosan tudja, hogy ez a gyermek további egy nevelési évben óvodában fog maradni, és így a szülőnek ugye nem is kell elmenni az iskolába beiratkozni. De abban az esetben, ha a szülő önállóan kezdeményezte a szakértői bizottságnál ezt a fajta vizsgálatot, és a sajátos nevelési igény megállapítása mellett megállapítása került, hogy még egy évben
amelyet javasolja a szakértői bizottság a óvodában való részvételt, és ez önöknél van, ezt nagyon gyorsan el kellene juttatni az óvodába február 15-ig, tehát jövő hét végéig, mert az óvoda így nem tud értesülni arról, hogy az önök gyereke még marad egy évig óvodában, és nem tudja értesíteni az iskolát, és utána kellemetlen kérdéseket fognak esetleg kapni az illetékes hatóságoktól, hogy miért nem iratták be a gyereküket. Tehát az a kérés, hogy akinél volt SNI-re, BTMN-re vizsgálat, és a vizsgálat során az is megállapításra nyert, hogy még egy évig óvodában javasolja a szakértői bizottság, azt legyenek kedvesek ezt a szakértői véleményt eljutatni a gyermekük őket ellátó óvodába, és akkor onnantól kezdve egyszerűsödik. Én szerintem mindent elmondtam, majd utána a kérdések nagyon szívesen válaszolunk. Polgármester úr javaslatára ezzel kapcsolatban, hogyha most van azonnal kérdésük, akkor kérem, hogy tegyék fel, és akkor ott van, adok mikrofont, hogyha kicsit közelebb jön, akkor... Köszönöm szépen, azt szeretném megkérdezni, ha a költözés előtt állunk, akkor a leendő körzetes iskolába menjünk, vagy sem, illetve a Kardosfa utcait az Petőfi kert új parcellázásánál hova tartozik, mert én azt nem igazán láttam, illetve itt volt még egy anyukának a kérdése, hogyha többen jelentkeznek, mint a megadott hely, akkor mi történik a gyerekkel körzetbe? Köszönöm. Tehát akkor három kérdés volt. Az első, hogyha időközben van egy költözés, hát az a rossz hírem, hogy a beiratkozás napján érvényes lakcímkártya a mérvadó, ezt így nem lehet prognosztizálni előre, hogy majd. Nyilván érdemes, hogyha nagyon messze van a két iskola egymástól, akkor érdemes jelezni a akkor ugye az egy választott iskolának minősül, abba az iskolába, hogy ide fogunk költözni, ide szeretném, ha ide járna a gyerekem. Azért azt tudni kell, hogy a tanév megkezdése után ugye körzetes gyereket bármilyen korlátozás nélkül fölvehet az iskola, ezt most lehet, hogy nem kellett volna ilyen nagy társaság előtt elárulnom, de hát a jogszabály az ezt írja elő. Úgyhogy azt gondolom, hogy az a helyes szülői magatartás ilyenkor, ha elmennek a választott iskolába, jelzik a szándékukat, két kerületen belüli, mind a kettő, hát akkor meg úgyis egyszerű, jelzik a szándékukat, és jelzik, hogy ide fognak költözni. Nyilván egyéb igazolványok, vagy adásvételi szerződés bemutatása nem szükséges. Van, aki azért el szokta vinni, hogy valóban komolyak a szándéka, mert ugye mindenki mondhatja, hogy ide fogunk költözni az adott iskola körzetébe, tehát nyilván valamit esetleg érdemes az iskola igazgatójának ezzel kapcsolatban elmondani. Azt, hogy a nem tudom én melyik utca, erre én most nem tudok válaszolni. Ennek utána járunk, hogyha ezt elküldik e-mailen, akkor nagyon szívesen válaszolunk, de én azt gondolom, hogy várjuk meg a február végét, amikor mi közzé fogjuk tenni az önkormányzat a honlapján, és a tankerület is a honlapján, és az iskolák is a honlapjukon a felvételi körzeteket, tehát ott lehet megnézni a végleges körzeteket. És mi volt a harmadik kérdés? Hogyha több a gyerek, igen. Hát ha több a körzetes gyerek, mint amennyi hely van, ilyen nem szokott előfordulni. Ezért élünk azzal a jogszabályadta lehetőséggel, például, igen, polgármester úr segít, hogy bizonyos iskolák, ha úgy látjuk, hogy nagy a körzetében a körzetes gyerekek száma, akkor próbáljuk körzethatármódosítással egy picit ezt a fajta helyzetet kizárni, hogy ez előforduljon. Köszönjük. Van még ehhez kapcsolódó kérdés? Adom a mikrofont, hogy hallja mindenki, Tamást is érint. Nekem az lenne a kérdésem, hogy a beiratkozáshoz szükséges iratoknál mondta, hogy mondjuk személyt kell vinni. Ha esetleg még nincs a gyereknek, vagy lejárt, akkor mennyire szükséges ez?
Hát ha nincs, akkor nem kell elrohanni feltétlenül, bár azt gondolom, hogy április 24-25-éig ezt bőségesen be lehet szerezni, majd szerintem úgyis előbb-utóbb kell, de a születési anyakönyvi kivonat lakcímkártya, jó? De ha van személy, akkor nyilván vigyék azt is. Azt szeretném kérdezni, hogy online előzetes beiratkozás, azt hiszem volt tavaly is, hogy ez lesz-e, illetve arról nem volt szó, hogy ha valaki 6 éves kor előtt megy, akkor ugye erről van egy határozat, hogy az elége, vagy el kell-e vinni felülvizsgálatra a gyerkőcöt. Nagyon szépen köszönöm a kérdést, nagyon hozzáértő anyukával állunk szembe. Ha 6 éves kor előtt akarja, ugye ez kizárólag szülői kérésre lehet, ugyanúgy, mint az eddigi években, és ugyanúgy az engedélyező szerv, az oktatási hivatal hoz egy határozatot, és akkor természetesen erre lehetőség van. Tehát mondjuk a szeptember 4-én, 6. életévét betöltő gyerek megkezdheti szeptember 1-én az általános iskolai tanulmányait. Ugye ez is szülői kérésre nagyon helyesen, nem másnak a kezébe adják ezeket a döntéseket, hanem a szülőnél maradt. Igen. Online, igen, ugyanúgy lesz, mint tavaly. Igen. Jó, köszönjük szépen. Abban az esetben, hogyha nincs kérdés, akkor folytatnánk az igazgatók bemutatkozásával a mai napot. Most hát névsor szerint, ellenben a névsor végéről indulunk, úgyhogy először is szólítom a Táncsis Mihály Általános Iskola és Gimnázium igazgatóját, Vámos Tibort. Szokásaink szerint készültek egy prezentációval az igazgatók, és egy 3 perces időkeretet szoktunk meghatározni, amiben én bele szoktam csengetni, hogyha nagyon-nagyon-nagyon elragadná a hív az igazgató urakat és hölgyeket, de nem lesz erre szükség szerintem. Köszönöm szépen, tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a kedves szülőket, érdeklődőket. Vámos Tibor vagyok, a 16. kerületi Táncsis Mihály Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. Már a 19. tanévemet kezdtem meg így szeptemberben. Iskolánk Mátyásföldön található, nem messze a Erzsébet-ligeti színháztól, és mivel az iskola több célú és gimnázium is van, bár az egyelőre gondolom önöket nem érdekli, talán majd később, nem is lehetne más a mottunk, mint hogy egyenes út az érettségig. Háromféle speciális tanterv szerint folyik nálunk a képzés a kis elsősöknek, illetve az általános iskolásoknak. Az első ilyen, az az énekzene művészetek speciális tantervű osztály. Van német nemzetiségi nyelvoktató program szerint haladó osztályunk, ez annyiból különleges, hogy heti 6 órában tanulják a gyerekek a németet, és természetesen van nálunk szintén idegen nyelvi osztály, ez pedig az angol nyelv speciális tantervű osztály. Nagyon törekszünk a partnerközpontúságra, tehát a szülőkkel való maximális együttműködésre, és természetesen feladatunk az értékközvetítés. Csak dióhéjban néhány gondolatot itt mindjárt föllebbentünk itt a bemutatóban, hogy mi az, ami igazából fontos nálunk. Én azt gondolom, hogy a mai nap is, meg minden tovább ilyen a beiratkozásig, és azon túl is arról szól, hogy segítsünk önöknek. Tehát én kérném önöket, hogy keressenek majd meg engem is és a kollégáimat, hiszen sok kérdésben az alsós tanítónénik, a szakemberek, és ők tudnak jó választ adni. Itt a színházteremben találnak meg bennünket. Az ősz folyamán tartottunk már egy játszóházi foglalkozást, gondolom, hogy néhányan itt önök közül megjelentek. Lesz még a tavasz folyamán szintén néhány ilyen lehetőség, amikor találkozhatunk és önök tájékozódhatnak. Tehát ahogy mondtam, itt a fontos dolgok közül néhány dolgot itt fellebbent itt a dia. Iskolánk örökös ökoiskola, tehát én azt gondolom, hogy mind a környezetvédelem, mind a természettel való harmónia, az nagyon-nagyon fontos és nagy érték, amit szeretnénk közvetíteni a gyerekeknek már kiskorban, és tényleg várjuk önöket szeretettel itt is, meg majd az iskolánkban is. Az első ilyen alkalom az már ebben a hónapban lesz, nyílt tanítási nap február 26-án.
Márciusban két rendezvényre is készülünk, majd egy játszóházi foglalkozásra és szintén egy nyílt napra, aztán majd áprilisban pedig a beiratkozásnál találkozunk. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és mindenkinek sikeres és szép napot kívánok. Köszönjük szépen, és technikai tudnivaló vagy szolgálati közlemény mindenkinek. Minden esztendőben sorsolással szoktuk eldönteni, hogy melyik iskola, melyik termünkben építheti fel azt a kis bemutatkozó helyszínt, ahol prezentálják azt a koncepciót, amit az igazgató urak és hölgyek bemutatnak itt. Úgyhogy én majd kérem szépen az igazgatókat, hogy mondják el, hogy hol találhatók. Ugye a Táncsics az a színházteremben, és ugye engedjenek meg egy személyes megjegyzést. A Táncsics tanulói nálunk tart, mint a kerület más iskolái is, nálunk tartják a szalagavatókat, mint ahogy nagyon-nagyon sok más fővárosi gimnázium is. Hihetetlenül, fegyelmezetten, példaértékűen zajlott le az esemény ebben az évben is. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat elmond mindig arról a gimnáziumról, aki ide jön hozzánk. Nagyon sok nem ilyennel is találkozunk. Ők aztán már nem jönnek ide szalagavatot tartani. Ők nem kerületiek. Jó, következik a Szent Györgyi Albert Általános Iskola, Tóth András igazgató úr. Kedves szülők, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Tóth András vagyok, a Szent Györgyi Albert iskola igazgatója. Itt a szomszédban, a Sasszé teremben, a jelenlegi terem mögött várjuk Önöket sok szeretettel. Néhány gondolatban szeretném elmondani, hogy mi az a kör, amire igazából kiemelt figyelmet fordítunk. Természetesen névadónkra, Szent Györgyi Albertre gondolunk, és az ő gondolatait tesszük mindig is magunk számára nagyon fontossá. Az egyik ilyen dolog, hogy felkeltjük a tanulás és a kötelezettségek iránti vágyat, és a teljesítésükre szükséges örömben próbáljuk részesíteni a gyerekeket. Ezért természetesen nagy hangsúlyt fektetünk a felvételi tárgyakra. Elsőtől már tanulunk, a gyerekek tanulnak idegen nyelvet, angolt, és az informatika alapjait is megismerik. Természetesen nagyon fontos a mozgás, a sportolás. Ehhez nagyon szép új pályáink állnak mindenkinek a rendelkezésére, és az úszoda is egy ugrása van az iskolánktól. Amit még gondolom, hogy így előjáróban fontos lenne elmondanom, hogy alkalmazzuk a reformpedagógia eszközeit is, és a boldogságpedagógia módszereket is megtalálhatják iskolánk programjában. Hogy mindezt megtudják tőlünk, néhány perc múlva sok szeretettel várjuk Önöket itt a szomszédban. Az itt levő kollégáktól mindent megtudnak tőlünk, és egy személyes kapcsolatok építésére, és egy kis játszóházra várjuk gyerekeiket is, és Önöket is. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük szépen, és nem utolsó sorban, nagyon közel van hozzá a Szent Mihály Kulturális Központ is, ahol most egyébként a mai napon és hétvégén vasútmodell kiállítást tartunk. Csak úgy reklámhelye. Következik a Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Löblan Mária Magdolna igazgatóasszony. Köszönöm a szót. Tisztelt szülők, kedves gyerekek! Bizony, nagyon izgalmas most Önöknek ez az időszak, hiszen a legjobb iskolát szeretnék csemetéknek megtalálni. Nem könnyű a döntés, de biztos vagyok benne én is, hogy sikerülni fog Önöknek megtalálni ezt. Én azonosulni tudok Eötvös József 1800-as években megfogalmazott gondolatával, miszerint félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó iskolarendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. Igen, tehát a hogyan a lényeg. Természetesen kollégáim is osztják ezt a gondolatot. A konzervatív pedagógiai értékeinek megőrzésére koncentrálunk. Intézményünk prioritása a tananyagtartalom biztos, tudást eredményező, differenciált átadása. Nagyon fontos számunkra a tehetséggondozás és a felzárkóztatás. Nyitottak vagyunk különböző módszerek alkalmazására. Mi rávezetjük diákjainkat arra, hogy a tanulás nem kínszenvedés, hanem éppen ellenkezőleg az öröm forrása is lehet. Gyermeki kíváncsiságukat
gyermeki kíváncsiságokon keresztül ébresztjük fel bennük a tudás iránti vágyat, a tudás szomjukat. Tesszük mindezt biztos, nyugodt, szeretetteli környezetben. Fontos számunkra az is, hogy diákjaink megvalósíthassák önmagukat. Reálisan, kreatívan gondolkodni tudó, gondolkodni akaró felnőttekké váljanak. Különböző módszerek segítenek bennünket. Például harmadik éve tesszük azt, hogy a fizika tantárgy tanítását kutatási alapokra helyeztük. Ez annyit jelent, hogy tanítványaink kis tudósokként vizsgálják a jelenségeket, és fedezik fel a bennük rejlő összefüggéseket. Tudjuk azt is, hogy a sikeres személyiségformálás csak akkor valósulhat meg, hogyha a pedagógusok és a szülők nagyon szorosan együttműködnek. Éppen ezért szeretettel várjuk Önöket a színházteremben, ahol kollégáimmal megmutatjuk azt, hogy milyen az élet a tanodában. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Amit még tudunk garantálni az, hogy nagyon-nagyon sok figyelmet kap ebben a kerületben a tehetséggondozás, mind a színházban, mind az iskolákban, és hiszünk abban, hogy egyébként az Önök gyereke is tehetséges valamiben. Következő iskola a Móra Ferenc Általános Iskola, és Bánkiné Kis Anikó igazgatóasszony, kérem. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, a megjelent kedves gyermekeket. A Móra Ferenc Általános Iskola Szent Mihály, Árpádföld, Mátyásföld határában található, és azt el kell mondanom, hogy az egy iskola, egy óvoda program keretében az épületünk felújításra került 2019 nyarán. A külső homlokzat, illetve az ablakok cseréje megtörtént. A következő nyáron pedig vár a belső felújítás intézményünkre. Ezt előbb köszönjük szépen a 16. kerületi önkormányzatnak. Ennyi a külcsin, a belbecs. Azt gondolom, hogy az talán sokkal, de sokkal fontosabb. Az iskolánkban nagyon fontos a matematika, idegen nyelv oktatása. Ezek kiemelt szerepet kapnak életünkben. A legfontosabb célunk azonban a harmonikus gyermeki személyiség kialakítása. Mindehhez természetesen hozzájárulnak azok az apró programjaink, az életünk mindennapját meghatározó foglalkozásaink. Lehetne lépni? Köszönöm szépen. Amelyek ott vannak a mindennapjainkban. A hagyományőrzés, a drámapedagógia, életvezetési ismeretek, ökoiskola program, különböző kulturális foglalkozások. Fontosnak tartjuk a pénzügyi tudatosságot, a fenntarthatóságra nevelést. Ezért ott van az életünkben az erdői iskola, a témanapok, a különböző projektek, és amit most külön szeretnénk hangsúlyozni, hogy egy hatalmas pályázat keretében lehetőségünk van a szövegértés és matematika kompetencia területet LEGO robotokkal támogatott fejlesztő programokkal dúsítani. Ezek az Abacus, a LEGO Education, LabVIEW Software segítségével és robotok segítségével, illetve azt gondolom, hogy Boldog Iskola címet nyertünk el, és részesei vagyunk a határtanul pályázatoknak is. Nagyon nagy szeretettel várjuk Önöket a Gesztenye teremben, és nagyon sikeres beiskolázást kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen. Még egy megjegyzés, hogy az önkormányzat nagyon nagy figyelmet fordít arra, hogy az iskoláink, óvodáink, színházunk és művelődési tereink jó állapotban legyenek, úgyhogy az egy iskola, egy óvoda program keretében évről évre folyamatosan megújulnak a terek. Én azt gondolom, hogy erre igazán büszke lehet a kerület és mindannyian. Következőnek szólítom a Lemhényi Dezső Általános Iskola igazgatónőjét, Dienes Annát. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm Önöket. A Lemhényi Dezső Általános Iskola Sashalmon található, a Hősök fasora 30 alatt. Nem véletlenül tettük az iskolánk elé ezt a négy mosolygós gyereket, amely négy bástyát jelent. A mi nevelési oktatási programunk a négy bástya programmal fémjelzett.
Egyik bástyája a képességfejlesztő SAK, ez 2013-ban a Polgár Judittal való együttműködéssel indult el országos útjára, úgy is, mint önálló tantárgy, és úgy is, mint módszer. Mai napig együtt dolgozunk az alapítvánnyal, kiemelt referenciaiskola vagyunk, hozzánk járnak az ország különböző területéről kollégák bemutató órákra. A második bástyánk a művészeti nevelés. Olyan rajztanárunk van, aki egyben grafikus is, és próbálja a gyerekekbe előhozni azokat a rajzkészségeket, amit sokszor még a gyerek sem tud, hogy rendelkezik vele. Van olyan alkalom, amikor 40-50 gyerek ül nála, még a földön is ülnek, és szívesen rajzolnak. A nyelvi programunkra, az általános tantervű osztályra az jellemző, hogy elsőtől tanítunk angol nyelvet, a két tanítási nyelvű programunk pedig most már 12. éve, hogy működik. Ha azt mondom, hogy a nyolcadikosaink 60-70% a középfokú nyelvvizsgával zárja a nyolcadikat, és tavaly már két gyerekünk azonnal felsőfokú nyelvvizsga eredményt szerzett, akkor ez egy nagyon szép teljesítmény. Én bízom benne, hogy továbbra is tudjuk ezt tartani. A negyedik bástyánk a sport. 2005 óta vagyunk olimpiai iskola. Együttműködünk a Magyar Olimpiai Akadémiával. Aki járt már nálunk, azt látja, hogy a tornatermünk az adott, az udvarunk sem nagy, de a gyerekeink mégis szívesen sportolnak. A kerületi versenyeken dobogós helyezést érnek el, és motiváljuk a gyerekeket, hogy minél többen sportoljanak egyesületbe. Mi komplexen kezeljük ezt a négy bástyát, nem feltétlenül csak tantárgyakba gondolkodunk, hanem képességterületekbe is. Ez biztosítja azt, hogy minden gyerek legalább egy területen megtalálja az álmát, és biztos, hogy sikeressé válik. A színház teremben vagyunk, szeretettel várjuk önöket, a leendő elsős tanítók, illetve a kollégák. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! A Kölcsey Ferenc Általános Iskola igazgatóját, Dobre Lajos urat szólítom. Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket! A Kölcsey Ferenc Általános Iskola Rákosszentmihályon a Hősök terén található. Iskolánkban elsőtől választható az énekzene emelt szintű nyelvoktatás, a német nyelv és a természettudomány. A matematikát emelt óra számban tanítjuk mindenkinek, a legjobbaknak nívócsoportban. Ötödiktől lehetőség van matematika és angol emelt óraszámú vagy emelt szintű tanulására. Lehetőség van francia és orosz nyelv tanulására is. Iskolánkban nyugodt, szeretetteljes légkörben nevelkednek a tanulók. Jó felkészült, gyermekszerető, segítő készpedagógusokból álló tantestület várja a hozzánk jelentkezőket. Iskolánk egyik legfőbb célja, hogy a tanulók képességüket, tehetségüket fejleszthessék, és az életkoruknak megfelelően legmagasabb tanulmányi szintre jussanak el. Épületen belüli sporttevékenységek széles választékát kínáljuk, szakköri és tanfolyami foglalkozásokat igény szerint szervezünk. Tantárgyi tehetséggondozó programokkal és csoportbontásokkal elérjük, hogy tanulóink a legjobb középiskolákban is sikerrel folytatják tanulmányaikat. Arra törekszünk, hogy érző lelkű, a művészetekre, a tudományra nyitott, de a gyakorlati életben is a helyüket megálló fiatalokat neveljünk. Iskolánk az elmúlt 3 évben sikerrel pályázott a Boldog Iskola programra. A Boldog Iskola program az egy pozitív pszichológiai irányzat, amely abban segít a gyermekeknek, hogy egyfajta mankót kapjanak ahhoz, hogy az előttük álló problémákat, akadályokat sikeresen, minél hamarabb és eredményesen leküzdjék.
A Boldog Iskola cím azt is jelenti, hogy a boldogságórákat bevezetjük, illetve bevezettük immáron már harmadik éve. A boldogságórák egy újfajta élménypedagógiai módszer, amelynek hatékonyságát az ELTE empirikus kutatásai is igazolták, mi nekünk is pozitívak a tapasztalataink. Gyakorlatilag a gyermekek megtanulják, hogyan kell az előttük álló problémákat minél hatékonyabban, eredményesebben megoldani, és mindenhez a boldogság érzése is párosul. Az elkövetkező 3 hétben szerdánként 9-től 12 óráig tartunk iskola előkészítő foglalkozásokat. Jöjjenek el hozzánk, várjuk Önöket, ma pedig a Talentum teremben vagyunk megtalálhatóak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, mi még nem vagyunk boldog munkahely kollégáimat, szeretném megnyugtatni, hogy hamarosan azok leszünk, viszont gyerekbarátok vagyunk, úgyhogy talán ez jó pont. Következik a Jókai Mor Általános Iskola, Bohus Mihály igazgató úr. Szeretettel köszöntöm Önöket. Röviden szeretném bemutatni iskolánknak a profilját, ami a legjellemzőbb ránk. Elsőtől idegen nyelvoktatást biztosítunk a gyerekeknek, természetesen első-második osztályban ez egyénileg eldönthető dolog, nem kötelező tanórai. Másodiktól idegen nyelvoktatásban lehet választani az angol és a német nyelv közül. Mind a két nyelvből tudunk ötödiktől emelt szintű nyelvoktatást biztosítani. Jelenleg az angol a jellemzőbb, az érdeklődés függvényében tudjuk ezt megtenni. Az első, második osztályban elemző szótagoló módszerekkel tanítjuk az olvasást, és elég hatékonynak tűnik ez számunkra. A későbbiekben pedig a profilunk annyiban jellemezhető, hogy felső tagozaton ötödiktől a természettudományi gyakorlatok bevezetjük, tehát külön óraszámba tanulnak a gyermekek természettudományi gyakorlatot, ez megalapozza a későbbi természettudományos képzésünket. Iskolánk ökoiskola és kiemelt tehetségpont, amely a művészeti tevékenységekből az ének és a rajz területet emeli ki nálunk elsősorban. A részletesebb információkat a színházteremben megtalálják az iskolánkat, és ott a kollégák felvilágosítást tudnak nyújtani rólunk, illetve az iskolánkban még március 28-án lesz egy bemutatkozó napunk, amikor szeretettel várunk minden szülőt. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a Herman Otto Általános Iskola igazgatójának, Kocsistót Marian betegség miatt sajnos nem tud jelen lenni, úgyhogy megkérem Abledáni Turzó Évát, hogy ismertesse az iskola koncepcióját. Jó napot kívánok! A Herman Otto Általános Iskola egy hagyományos 8 évfolyamos iskola, évfolyamanként 2 osztállyal, egy angolos és egy németes osztállyal. Az iskolánk Rákosszent Mihályon található, nyugodt családi házas környezetben. Az iskolánk fő célja az lenne, hogy a gyerekek biztos alapokat szerezzenek, és ezeknek a biztos alapoknak a segítségével a 8. évfolyam végén sikerüljön egy olyan középiskolába vagy gimnáziumba bejutniuk, amit ők választottak, amit szeretnének. Ennek a célnak az elérése érdekében úgy gondolom, hogy a legeslegfontosabb az alapkészségek fejlesztése. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a matematika, a magyar nyelv, az írás, az olvasás fejlesztésére az alsó tagozaton, és ez eredményesen meg is valósul a tanítók és az összeszokott napközis nevelők munkájának köszönhetően. Emellett nagyon fontos iskolánkban az idegen nyelvi készségek és képességek fejlesztése is, amit már első osztálytól elkezdünk. Iskolánkban nagyon régóta hagyománya van a néptáncoktatásnak is. Ez nagy szerepet játszik abban, hogy gyerekeinkkel megszerettessük a mozgást, a testnevelést, illetve
ennek érdekében úszni, korcsolyázni, teniszezni kísérjük a tanulóinkat. Nagyon fontos iskolánkban a matematika, és ezt kiemelten oktatjuk, ami azt jelenti, hogy harmadik osztálytól a tanulóink csoportbontásban tanulják a matematikát, ugyanígy csoportbontásban tanítjuk a nyelveket, tehát az angol és a német nyelvet, és az informatikát is. Ez segít minket nagy mértékben abban, hogy a tehetségeket tudjuk gondozni, illetve a felzárkóztatásban is nagy segítséget kapunk, hiszen sokkal kevesebb gyermek vesz ilyenkor részt egy-egy órán. Tehát összességében azt mondhatom, hogy az iskolánk célja az, hogy a gyerekekben felkeltsük a tanulás iránti vágyat, illetve az, hogy jól érezzék magukat az iskolában, hiszen a képességei kibontakoztatásához szükséges egy gyermekközpontú, barátságos légkör, hiszen így érzik jól magukat a gyerekek és a tanítók, illetve a tanárok is magukat az iskolában. Aki jobban szeretne minket megismerni, itt szemben a tükörteremben vagyunk, a kollégáimmal, illetve a leendő elsős tanítónénikkel tudnak beszélgetni, illetve az honlapunkon be lehet jelentkezni óralátogatásokra, és az igazgatónőnk intézményvezetői tájékoztatót tart majd márciusban. Tehát minden a honlapunkról meg tudnak nézni, és szeretettel várjuk Önöket a tükörteremben. Köszönjük szépen! Összesen 12 iskolánk van, most a 9-hez érkeztünk, a Centenáriumi Általános Iskola Horvátné Sabáli Éva igazgatónő. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Itt csak tényleg röviden néhány szóba szeretném az iskolánk néhány jellegzetességét bemutatni, hiszen itt megtalálnak minket a színházteremben, illetve bármikor ellátogathatnak hozzánk az iskolába, személyesen kereshetnek telefonon, eljöhetnek a nyílt napokra és az iskolaváró foglalkozásokra. Úgyhogy tényleg csak röviden egy-két szóba emelném ki, hogy mi az, ami kiemelt terület nálunk. A különböző kompetenciák fejlesztése, kommunikációs készség, probléma megoldó gondolkodás. Nagyon fontos számunkra a differenciált oktatás, az egyéni bánásmód, így kiki képességei szerint haladhat, felzárkóztatásban, tehetséggondozásban vehet részt. Fontos terület ugye az idegen nyelv, ez ma nélkülözhetetlen, tehát első osztálytól tanulják a gyerekek, a művészeti nevelés, és ökoiskolaként a környezettudatosság és az egészséges életmód. Boldog iskolaként úgy gondolom természetes az érzelmi biztonság, a gyermekközpontúság, a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás. Igyekszünk olyan légkört teremteni, hogy a gyerekek biztonságban és jól érezzék magunkat. Most itt egy területet szeretnék kiemelni, ez pedig a testnevelés és a sport. Ez eddig is iskolánkban emelt szinten folyt, de szeretnénk tovább lépni, így a meglévő együttműködési megállapodások mellett további együttműködési megállapodásokat kötünk sportszervezetekkel, konkrétan az Ikarusz ESE atlétika és foci szakosztályával, hogy minél jobban segítsék a munkát és a gyerekek fejlődését. Személyi és tárgyi feltételek mindehhez adottak az iskolánkban, úgyhogy úgy gondolom, hogy tovább léphetünk. Ezért a következő tanévben az általános tantervű osztályok mellett sportosztályt is indítunk, egy köznevelési típusú sportosztályt, ami abban különbözik a többitől, hogy ugye ugyanúgy mindent tanulnak a gyerekek, de az 5 testnevelés óra mellett további 2 órába sportolási lehetőséget, sportág választási lehetőséget kapnak. Úgy gondoljuk, nagyon fontos ma az egészséges életmód. Egyben ez az osztály már előre vetíti egy későbbi terveinket, egy köznevelési típusú sportiskola beindítását. Mi az, ami ezt a sportosztály, azon kívül, hogy a gyereket rengeteget mozognak és sok sportággal megismerkednek, mit jelent számukra? Részesei lesznek az utánpótlás nevelésnek, az évek során felkészülhetnek az élsportolói pályafutásukra, életpályájukra, de ha egyéb nem, és úgy gondolom ez nagyon fontos,
akkor egy sportolni szerető, sportokat szerető, egészséges embert nevelünk. Én úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos. Mind azért, hogy ebbe az osztályba sikeresen felvételt nyerjenek a gyerekek, abban tudjuk segíteni önöket, hogy iskolánkban hétfőnként indítjuk a mocorgó előkészítő, felkészítő foglalkozásokat, ahol a gyerekek felkészülhetnek arra, ami majd vár rájuk szeptembertől. Röviden ennyit, megtalálnak minket a színházteremben, nagyon szívesen válaszolunk bármilyen kérdésükre. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! A Batthyány Ilon Általános Iskola Dunavölgyi Illés Sándorné következik. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon nehéz már itt a végén megszólalni, mert olyan sok információ van a szülők birtokában, hogy hova is menjek és melyik iskolát látogassam meg. Mi a virágteremben vagyunk, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Részletesebben meg tudjuk kollégáinkkal mutatni az iskolánk sajátosságait. Én két dolgot emelnék ki. Mint látják a képeken is, mi is boldog iskola vagyunk, és sakpalota van nálunk. Amit kiemelnék, az a harmadjára nyertük el a kiváló tehetségpontot, és hát mi több éve már a Szegedi Egyetemmel egy longitudinális mérésen veszünk részt, ahol már elsőben sikerül a tehetségeket azonosítani, és megfelelő módon tudjuk őket fejleszteni, segíteni tehetségük kibontakoztatásában. A másik nagyon számunkra nagy büszkeség, hogy a Liget Tánc Együttes vezetői és koreográfusa az első és második évfolyamon minden osztálynak heti egy órában néptánc foglalkozást tartanak, illetve 10 alkalmas lovaglás oktatáson is részt tudnak venni a negyedik évfolyamos tanulók. Tán ezt a két dolgot emelném ki a többi mellett, és a lényegesebb részekkel várjuk szeretettel önöket a virágteremben. Köszönöm szépen! Jaj, elnézést kérek, egy nagyon fontos dolgot felejtettem el. A mi iskolánknak az a harmadik nagyon fontos sajátossága, hogy a kicsik, az elsősök egy teljesen különálló udvaron, egy teljesen különálló épületben készülhetnek az iskolai életre, és az óvoda és az iskola között egy sokkal barátságos átmenetet tudunk biztosítani. És nagyon szépen köszönjük az önkormányzatnak és a tankerületnek, hogy szeptember 1-től egy megújult udvarral várhatjuk az elsősöket. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Az Arany János Általános Iskola Jábor Anna Mária igazgatónő következik. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, és az elmúlt egy óra gazdag információ áradatában látom, nagyon elfáradtak a kedves szülők, úgyhogy én tényleg nagyon gyorsan és röviden fogom összefoglalni az Arany János Általános Iskola legfontosabb ismérveit. Iskolánk Árpádföldön a Bekecs utcában található, 3 tanterv közül választhatnak most már hosszú évek óta a minket választó kedves szülők és gyerekek. Az egyik az emelt óraszámú angol, ahol első osztálytól kezdődően emelt óraszámban tanulják a gyerekek az idegen nyelvet. A másik ilyen tantervünk az emelt óraszámú matematika, ahol alsó tagozaton a Lego matek, a sakpalota program és egyéb logikai játékok segítségével fejlesztjük a gyerekek probléma megoldó és logikai képességeit. A harmadik ilyen terület pedig az emelt óraszámú magyar, ahol a gyerekek kreativitását, önkifejező képességét igyekszünk fejleszteni a drámapedagógia és a művészetek segítségével. Nevelési programból 2 kínálunk a szülőknek, az egyik az egésznapos oktatási forma, a másik pedig a hagyományos napközis rendszer. Évek óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Rácz Aladár zeneiskolával, tehát zenei tanulmányokat is folytathatnak, illetve hangszeres tanulmányokat is a minket választó gyerekek. A mellettem lévő diákon megjelenő kulcsfogalmak, azok nagyon-nagyon fontosak iskolánkban, de én úgy gondoltam, hogy mindegyikről darabonként egy órát tudnék beszélni, úgyhogy nem terhelem itt a jelenlévőket ezzel. Hogyha kíváncsiak ránk, illetve a programjainkra, akkor szeretettel várjuk önöket most szerdán, tehát 12-én nyílt napunkon, ahol megismerkedhetnek a leendő elsős tanítónénikkel, illetve most a Géniusz teremben, itt balra a folyosó végén várom, szintén a leendő tanítónénikkel és munkatársaimmal együtt önöket. Mindenkinek sikeres iskolaválasztást kívánok. Köszönöm. Köszönjük szépen, és végül, de nem utolsó sorban a Göllesz Viktor Óvoda Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetőjét, Nagyné Bajnozi Zsuzsannát kérem.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Igen, ilyen nagyon-nagyon hosszú nevű intézmény, a kerület egyetlen szegregált intézménye, amelyik óvodáskortól az általános iskola befejezéséig nyújt oktatási lehetőségeket a szakértői bizottság által szegregált oktatásban részesülő gyerekeknek. Három tagintézményünk mellett üzemeltetjük az utazó gyógypedagógiai hálózatot, amely az integráltan nevelt, de saját és nevelési igényű gyerekeket látja el az utazóhálózat keretében. A központi tagintézményünk a Szabadföldúti tagintézmény, ahol az illetékes szakértői bizottság véleményével fogadunk vagy enyhe értelmi fogyatékos, vagy autizmussal, részképességzavarral, komplex személyiségfejlődési zavarral, figyelemzavarral küzdő gyerekeket. 8 évfolyamon dolgozunk, tehát 1-től 8. évfolyamig, de az első osztály tananyaga 2 év alatt is elsajátítható, ha erre a tanulónak szüksége van. A tanóráinkat kislétszámú osztályokban, ami 8-10 főt jelent, tartjuk differenciált oktatással, külön tanmenet szerint az enyhe értelmi fogyatékosokat és külön tanmenet szerint az épp értelmű autizmussal küzdő gyerekeket, mindenkinek, amit a szakértői bizottság előír. Rehabilitációs óra keretében próbáljuk azokat a fejlesztő foglalkozásokat is biztosítani, amelyet a szakértői véleményben meghatároznak. Minden osztályunkban asszisztens segíti a tanulók munkáját. A beszédjavító tagintézményünkben 4 évfolyamon folyik az oktatás, 1-től 4. évfolyamig, de itt is lehetőség van az első évfolyam 2 év alatt történő elsajátítására. Itt lényegesen magasabb óraszámban oktatunk magyart és logopédiát. A tagintézményben tanítók és logopédusok dolgoznak, intenzív logopédiai szakellátást nyújtunk. A harmadik tagintézményünk az Érsekújvár utcai tagintézmény, ahova a középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekeket várjuk. Itt 2 óvodai csoportunk működik már, úgyhogy 2 csoportban tudunk óvodásokat fogadni, foglalkoztató 1 és foglalkoztató 2-es csoportban fogadjuk a középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekeket, és nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ebben a részben, főként az önellátásra és azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyek az ő mindennapjaikat kiteszik. Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk most a kamara teremben. Azt szeretném elmondani, hogy a nyílt napjaink meg vannak hirdetve a honlapon, de miután itt a szakértői vélemények alapján nagyon sok tanácsadásra van szükség, ezért minden érintettnek vagy érdeklődőnek elmondom, hogy telefonos érdeklődéssel, egy időpontegyeztetéssel nagyon szívesen konzultálunk a szakértői vélemények tartalmáról és a beiskolázás lehetőségeiről. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és jelen van még a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 16. kerületi tagintézménye, Vince Judit vezető asszony. Úgy tudom, hogy ő most nem kíván szólni, ellenben minden kérdésre nagyon szívesen válaszolnak a Corvin galériában. Van-e kérdésük? Most már teljesen kimerült mindenki, nem is tudják, hogy az az iskola jó, amit először gondoltak, vagy inkább sakkozzon a gyerek, vagy táncoljon, vagy mi legyen, de mindenképpen angolul beszéljen, mert így vagyunk vele. Úgyhogy, ha van kérdés, nagyon szívesen válaszol, adom a mikrofon. Köszönöm szépen, csak azért szeretnék érdeklődni, hogy itt is elhangzott, hogy sok esetben inkább pedagógust válasszunk. Erre van mód, tehát hogy mondhatjuk mi azt, hogy mit tudom én, a X néninek a csoportjába szeretnénk, hogy kerüljön a gyermek. Nem kimondottan iskolát választunk, hanem pedagógust. Köszönöm. Jó kérdés egyébként. Hát van egy rövid, meg egy hosszú válaszom. A rövid válaszom, hogy igen. Tehát tessék jelentkezni, hogy mit a Piroska nénihez szeretnénk, hogyha esetleg a gyerek tudna. Nyilván aki jelzi, azt megpróbálják abba a csoportba berakni. Persze nem biztos, hogy mindig sikerül, bár mivel a elsős tanítónéni kellően föl vannak készülve mindannyian, nagy valószínűséggel nem úgy van, hogy van egy Piroska néni, meg egy mit tudom én Péter bácsi, és Péter bácsihoz senki nem akar menni, csak mindenki Piroska nénihez, valószínűleg nem így van. De ha már megragadtam a mikrofont, akkor még egy dolgot hagyd mondjak el. Idén először a iskola választó megjelentek a kerületi egyházak képviselői is, ugye a hittanoktatással kapcsolatban, hogyha bármilyen kérdésük van, akkor ők a legelején vannak a galériában. A Corvin galériában. Corvin galériában vannak. Felsorolnám, ha már szóba hoztad. Jó. A Mátyásföldi Református Egyház Község, Cinkotai Evangélikus Egyház Község,
Szinkotai Baptista gyülekezet, a Budapest Sashalmi Krisztus Király plébánia, valamint Budapest Rákosszent Mihályi Szent Mihály plébánia részéről is a Korvin galériában meg tudnak velük beszélni. Ezt is vegyék igénybe, amennyiben gondolják. Köszönöm. Kérdés van, amíg. Igen. Köszönöm szépen. Nem tudom, volt-e erről szó, hogy ugye egy hete jött ki az új NAT, és hogy ez mennyiben érinti a nyelvoktatást, hogy ebben esetleg tudnak-e valamit mondani? Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést, de azt gondolom, hogy ez a fórum nem az új NAT-nak a megvitatására szolgál, úgyhogy egy később időpont belül nagyon szívesen, hosszabban beszélgetek bárkivel. Jó, köszönöm. További kérdés, ami a témához és a helyhez tartozik. Nincs? Akkor nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek. Javaslom, hogy látogassák meg a különböző termekben az iskolákat, keressék meg a tanítónéniket, az igazgatókat, tegyék fel kérdéseiket, és látogassák meg az iskolák nyílt napjait is, hogyha úgy döntenek.